A hallgatók már megszokhatták, hogy a Győr Plusz Rádióban heti rendszerességgel szólal meg dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki a Győrt érintő kérdésekről, eseményekről, programokról és aktualitásokról beszél. Jövő hét hétfőtől egész héten a kultúra lesz a főszerep Győrben, hiszen a kultúra napja, kultúra hete lesz. Ennek megfelelően még az online térben leszünk, hiszen a vírusjárvány még ezt teszi lehetővé, és a Győr hivatalos honlapján és a hellogyor.hu-n lehet majd a programokat meglátni, hogy kiválogatni, ott lehet szemezgetni belőle, illetve nyilván reméljük a Győr Plusz média is beszámol ezekről, hogy milyen programok lesznek. Érdekességek lesznek, például a kulisszák mögébe lehet tekinteni a Győri Színházba, ahol még a színházlátogatók soha nem járhattak, illetőleg lesznek műhelybeszélgetések színészekkel, művészekkel, és hát ami fontos dolog az, hogy átadom például a Győr kultúrájáért, Győr művészetéért díjakat, amik azoknak az embereknek, akik kiemelkedők voltak az elmúlt évben a győri kultúra területén. Nagyon fontos dolog, hiszen picit beindul az élet így január elején, és én mindenkit arra biztatok, hogy pillancsanak bele ezekbe a műsorokba, és kövessék ezeket. 2021 különleges, jubileumi év lesz, mert 750 évvel ezelőtt kapta meg Győr a királyi városi rangot, ami jelentősen felgyorsította a város fejlődését. Idén minden összekapcsolódik, hiszen Győr idén, 2021-ben 750 éve királyi város, akkor kaptuk meg a városi rangot. Ez még nem a szabad királyi város volt, csak a királyi városi rang, de mindenképpen egy olyan fontos történés volt Győr város életében, ami egy nagyon nagy fejlődést indított meg, mert olyan jogosítványokat kapott Győr, ami ezt lehetővé tette, például az adóbeszedése, ami egy rendkívül fontos dolog ahhoz, hogy az embernek, illetve a vezetésnek pénze legyen ahhoz, hogy fejlessze a várost, de úgy gondolom, hogy a város történetének egyik nagyon meghatározó eleme a Győri Vár, és ezért a jelünk is a Győri Vár fülesbástya formája, ami jellegzetes Győr városára, hiszen Győr, a Győri Vár az a keresztény Európának a védőbástyája volt évszázadokon keresztül. A polgármester kitért az idei győri fejlesztésekre is. Az idei évnek a kiemelkedő fejlesztése lesz a győri élményfürdőnek az újjáépítése és az átépítése. Ez egy ilyen közepes méretű, közepes technikájú élményfürdő volt. Nem igazán voltak megelégedve vele a győriek, ahogy én hallottam, a győriként ezt megéltem. Most egy olyan kiemelt technikájú és egy rendkívül érdekesen átalakított, vagy átalakítandó élményfüldő lesz ebből, reményeim szerint 22 végére vagy 23 elejére. Átadtuk már az építési területet az építőknek, amit remélem, hogy minden győri kedvelni fog, és remélem, hogy az üzemeltető, aki ezt üzemeltetni fogja, megegyezésre jut velünk abban, hogy a győriek is olyan feltételekkel juthassanak be, ami a győrieknek a megelégedésére szolgál, és minél többen el tudnak menni. A Győr Plusz Rádió hallgatói a jövő héten is számíthatnak arra, hogy a polgármester megosztja a legfrissebb híreket és információkat a 101.1-en.